Tisztelettel köszöntöm a kedves közel-távol hallgatókat. Lassan elérkezünk oda, hogy összerakjuk valahogy, hogy mit is akartam ezen a kurzuson mondani, mert ugye valahogy azt fogalmaztam meg ebbe, hogy az a célunk, hogy megpróbáljuk azokat az elemeket összeszedni, amelyek ahhoz kellenek, hogyha valaki mondjuk nem egy közösségbe gyakorol, hanem buddhista, kész, ennyi, és mondjuk nem szigorúan nem tartozik egyetlen közösséghez sem, de mik azok a dolgok, mik azok az elvek, mik azok a tulajdonképpen gyakorlatok, amelyek egy olyan szinten tudják az ember tartani, hogy az úton jár, tehát a megvilágosodás útját járja. És ennek szellemében volt szó ugye olyasmiről, mint az etikai, erkölcsi megalapozás, meg a szekuláris erkölcs, meg a világi szerzetesség, hogy milyen az, amikor valaki a világi életébe tulajdonképpen szerzetesi szabályokat próbál beiktatni, illetve hát nagyon sok más, a mi a valóság, mi az álom, a test-tudat viszonya, illetve a középút, meg a ciklikusság, meg a mulandósággal való viszonyunk, meg a újra születéssel kapcsolatos elképzelések. Tehát gyakorlatilag mindent átvettünk, illetve nem mindent, de néhány dolgot átvettünk, ami ahhoz kell, hogy valaki egy olyan szemléletet próbáljon kialakítani, ami a buddhizmusnak megfelel, és adott esetben otthon is tudja gyakorolni, vagy otthon is egyáltalán az életébe be tudja illeszteni a buddhizmust, mert olyan elvek mentén gondolkodik, például csak gondoljunk bele, ugye volt szó a középútról, hát ha valaki a középutat gyakorolja az életébe, akkor bizony van nagyon-nagyon sok olyan szélsőséges dolgot ki tud iktatni, amelyek csapták, amelyek ott leselkednek az emberekre, és legtöbbször ugye ebben nagyon sokan hát el is véreznek olyan értelemben, hogy valamiféle szélsőség felé elmozdulnak, és ezáltal összezavarják a tudatukat, és minél szélsőségesebb dologban mennek, annál jobban összezavarják a tudatot. Tehát néhány olyan fontosabb szempontot végigvettünk, ami mindenképpen nagyon jó, hogyha valaki ezzel tisztában van, és mondhassa azt, hogy ő buddhista, mert ezeket meg ezeket az elveket vallja, illetve ezeket gyakorolja. De a leglényegesebb mindközül, ami elkerülhetetlen, és nem lehet kiiktatni, az mindenképpen az a tantra. Ugye múltkor már volt róla szó, ma alkalommal is ezt szeretném körüljárni még, illetve még a Kála csakrát toljuk itt magunk előtt, de azt is a mai alkalommal szeretném egy kicsit legalábbis körüljárni, hogy egy fogalmunk legyen, hogy a kvázi a legmagasabb tantrikus út hogy épül fel, vagy miről szól, mit tudunk abból mi egyáltalán a hétköznapjainkban alkalmazni. Hiszen most nem arról a tantráról van szó, mint amit általában ugye ismerünk, hogy valaki elmegy egy tantrikus közösségbe, és akkor ott nem tudom én, tibeti mantrázik dolgokat, meg mit tudom én, meg bemegy egy vajjána templomba, és akkor olyan, mint a bazárban lenne, hanem azt szeretném valahogy érzékeltetni, hogy ezek a tantrikus elvek, ezek olyan praktikus dolgok, amelyeket nem hogy érdemes, de szinte nélkülözhetetlen ahhoz, hogy meg tudjuk tartani magunkat ebbe a úgynevezett sötét korba, tehát ebbe a teljesen fertőzött, teljesen mérgezett korba. És ezért kaptam mai alkalom azt a címet, hogy a mérgekből elixírt, hiszen ez is egy tantrikus elv egyébként, és lényegében ezt szeretném körüljárni, hogy is van ez, hogy az a mérgezettség, ami körülöttünk van, és hát nem beszélve arról, hogy bennünk van, hogy lehet ezt a mérgezettséget valahogy átalakítani és felhasználni arra azon az úton, amit az ember követ, tehát hogy lehet ezekből a mérgekből valahogy pozitíve kijönni, illetve nem csak hogy pozitíve kijönni, hanem egyáltalán felhasználni és alkalmazni az életünk során. A múltkorjában már említettem ezt a Gampopa idézetet. Ez a Gampopa
idézet lényegében arról szól, ami a mai témánk szerint a mérgek hát átalakítása, felhasználása. És ez így szól, ez a Gompopa idézet, hogy a buddhista tantrák minden tantra, minden tudást összefoglaló filozófia, az elmélyülés bizonyos módszere, ez is fontos, tehát ez egy elmélyülésszerűség állapot, életművészet, melynek révén minden tevékenység felhasználható a végső megszabadulás érdekében. Ugye említettem a múlt alkalommal azt az öt területet, amit a úgynevezett pancsamakára, tehát a öt embetű által jelzett területet, amit a hindu tantrikusok használnak. Ott van a bor, a hús, a hal, tulajdonképpen az ilyen szubtilisabb, hát ilyen, hogy is mondjam csak, tehát ilyen valószínűleg ebbe beletartozhatott eredetileg a cannabis és a szexualitás. Tehát ezek olyan, ez az öt embetű, azokat a mérgeket takarja, amelyeket általában a buddhizmus is, meg a korai hinduizmus is tulajdonképpen elkerülendőnek tartott, és tulajdonképpen a buddhizmusban is tudjuk, hogy a pancsasíla, tehát az öt erkölcsi gyakorlás, az arról szól, hogy ne ölj, ne valótlant, ne mondjál neveddel, amit nem adnak oda, próbáld a szexuális életedet a tanulás érdekébe felhasználni, illetve nem érgezd magad, ugye ez az öt. Olyasmi, mintha ez az öt tulajdonképpen itt a tantrában egy kicsit megváltozna, és most már nem az elkerülése a lényeg, hanem az a lényeg, hogy hogyan tudjuk ezeket a mérgeket, ezek tulajdonképpen szimbolizálják azt a mérgezettséget, ami a jelenkorunkban van, hogyan tudjuk ezeket a mérgeket felhasználni. Sokan azt mondják egyébként, hogy a mai korban csak a tantra járható. Tehát csak a tantra az az út, amit egyáltalán járni lehet, mert minden más, minden hagyományos, régi technika az egy ilyen mérgezettségi szinten már nem működik. Tehát egyszerűen nem lehet követni, mert az ember mindenhol mérgeknek van kitéve. És amikor erről az öt méregről beszélünk, akkor itt nem pusztán csak arról van szó, hogy a bor, meg a hús, meg ráadásul a macia, a hal is tulajdonképpen olyasmit takar, mint nem konkrétan a hal evést, mert az akkor beleférne a madjába, a húsba, hanem egyfajta olyan életvitelt, mint a hal, ahogy a hala úszik a vízbe, és mindig az áramlásokat kihasználja, és azt szerint működik. Tehát ezek szimbolikusak is egy kicsit. De lényeg tehát az, hogy olyasmi, mintha azt a pancsasillát, amit korábban erkölcsi alapként meghatároztunk, azt felülírná egy magasabb ösvény, és az ösvény az, ami azt mondja, hogy valójában nem is annyira ezeknek az öt alapvető dolgoknak a betartása a célra vezető, hanem az, hogyha ezt az ötöt megpróbáljuk, ezeket a mérgeket, ezeket az ellenerőket megpróbáljuk valahogy beépíteni az utunkba és felhasználni arra, hogy haladni tudjunk, felhasználni arra, hogy tudatosodjunk, hogy tisztábbak legyünk, stb. Stb. És látszólag ugye ellentmondás, mert hát a húsevés azt tiltja, nem az túlzás, hogy tiltja, mert nem tiltja, ugye még a maga pancsasílában is nem az van, hogy ne egyél húst, hanem hogy ne ölj állatot. Ugye, mert ha a húsevésről van szó, akkor mindig azt a szutrát kell elővennünk, ahol Buddha kifejti, hogy mikor ehet valaki húst, és mikor nem ehet valaki húst. És szó szerint ugye Buddha ott azt mondja, hogy nem ehet húst, ha tudja, látja, hallotta, és ehet húst, ha nem tudja, nem látta, nem hallotta. És arról szól tehát, hogy nem ehet húst, hogyha tudja, hogy miatta ölték le, ha látta, hogy miatta ölték le, ha hallotta, hogy miatta ölték le, de nyugodtan ehet húst, ha nem tudja, nem látta, nem hallotta, hogy miatta ölték le. Tehát itt igazából véve arról szól, ugye ez a szutra ezt részletezi,
De arról szól tehát, hogy itt igazából nem is annyira arról van szó, hogy akkor egyáltalán ne fogyasszunk húst, vagy ne csináljunk ilyen dolgokat, hanem az egónkkal kapcsolatos viszonyrendszer a fontos. Tehát, hogyha most miattunk levágnak egy csirkét, akkor ne együnk húst. De egyébként, hogyha most felszolgálnak valahol egy társaságba, megtehetjük, hogy nem, mi vegetáriánusok vagyunk, meg mit tudom én, de valójában nem itt dől el a dolog. Tehát nem ott dől el, hogy akkor a hús, az nem ott mérgező a hús, hogy akkor megesszük, és akkor az élettanilag méregként működik, mert ez sem igaz, hiszen ajurvédikus szempontból tudjuk, hogy vannak, sőt minden hús valamire jó, valamilyen betegségre jó. Sőt, tudjuk, hogy minden dolog valamire jó. Tehát nincs olyan, ami csak rossz, és nincs olyan, ami csak jó, egy-két dolgot kivéve. Például a ghee az mind a három dósára jó. Tehát az egy ilyen kivétel. Bizonyos rizsfajták mind a három dósára jó. Két-három ilyen dolog van, amire azt mondhatjuk, hogy na ez mindenre jó. De általában a táplálékok mindegyike van, amire jó, van, amire nem jó. Ugye attól függ, hogy milyen típusok vagyunk. Ugye ez egy más téma lenne most, de ajurvédikusan, aki ismeri az alapokat, az tudja, hogy nincs olyan, hogy rossz dolog, meg jó dolog. Olyan van, hogy valakinek jó, valakinek rossz. Nekünk is van, aki például, van, akinek a tej az egy gyógyszer, a másik embernek a tej meg méreg. Hát most mit mondjunk a tejre, hogy gyógyszer vagy méreg? Attól függ, hogy ki mire használja, ki alkalmazza. Tehát egy a lényeg, hogy mintha itt fölülírnánk azokat a korábban elhangzott pancsasíla gyakorlatokat, ilyen erkölcsi gyakorlatokat, fontosak a megalapozásnál, fontosak a kiinduló pontnál, fontosak, hogy mindig ott legyenek, tehát ne üljünk, soha ne üljünk állatot. De ha ölünk ma valamilyen oknál fogva, valamilyen például véletlenül, eleve a buddhizmusban ugye nem számít, hogyha véletlenül mondjuk rálépünk egy állatra, az nem számít karmikusan, csak az számít, amikor direkt rálépünk, amikor tudatosan elpusztítjuk az életet. Ha véletlenül ilyen előfordul, hát az egész világ erről szól, hogy az egyik rálép a másikra. Tehát itt nem, ez véletlenül nem számít karmikus tehernek. Tehát ilyen szempontból mondhatjuk azt, hogy fölülírja azt az öt gyakorlatot az, hogy bármi is, bárhogy is történik, tehát ha úgy alakul például egy társaságban mondjuk kocintanak valakinek az egészségére, akkor mondhatjuk azt, hogy nem, már buddhista vagyok, én nem kocintok, jó, oké, ez is jó, de nyugodtan megfoghatja azt a poharat, ugyanúgy ihat, mint a többiek, csak neki egyfajta emelkedést kell, hogy szolgáljon. Tehát valami pozitívat kell, hogy behozzon, valami tudatosabb állapotot kell, hogy eredményezzen. És lényegében erről szól a tantra, hogy hogyan tudjuk ezeket átváltoztatni, átalakítani olyan erőkké, amelyek nem a kárunkra vannak, hanem a hasznunkra vannak, hogy hogyan tudjuk ezeket a mérgeket átformálni, átalakítani. Tehát erről szólna igazán maga a tantra, mint említettem, de hát persze sok összetevője van, hiszen amit említettem, az az elv, hogy a szabadság már is jelen van, tehát hogy eleve úgy létezzünk, szabadon létezzünk, ez egy nagyon fontos elv, még akkor is, hogyha most valaki elkezdi sorolni a kondícióinkat, hogy milyen sok meghatározottságunk van, hogy ebben hogy lehet szabadnak lenni. Ez egy dilemma, de mégis úgy kell létezni, hogy szabadok vagyunk, annál is inkább, mert végső soron valóban minden döntésünknek a következményét magunknak kell learatni. Tehát ha végig gondoljuk a dolgot, akkor oda fogunk jutni, hogy bizony teljesen szabadok vagyunk. Aztán egy más kérdés, hogy a tudatlanságunk miatt ez a szabadság korlátozódik. Az egy teljesen más kérdés, de alapjaiban véve teljesen szabadon döntünk az életünkben minden dologról. Csak hát ugye sokszor úgy döntünk, hogy hát sajnos az nem biztos, hogy jó nekünk. Sőt, mondhatom, hogy egyáltalán nem jó nekünk, és a legtöbb döntésünk az sokszor bizony saját magunknak árt. Sőt, elvihetem ad absurdumig,
hogy bizony abba halunk bele, hogy magunknak rosszat csinálunk. Mert nem tudjuk, hogy hogy táplálkozunk, nem tudjuk, hogy mit tegyünk, nem tudjuk, hogy hogy éljünk, nem tudjuk, hogy hogy kell létezni, hogy kell másokhoz szólni, hogy kell részt venni dolgokba. Tehát a tudatlanságunk az, ami korlátoz, és nem a szabadságunk. Tehát, ha elővesszük ezt az elvet, hogy már is szabadok vagyunk, és ennek szellemében cselekszünk, akkor ez azt jelenti, hogy ott abban van egy felelősség, van egy tisztánlátás abban az értelemben, hogy mi tudjuk, hogy mi a magunk, a magunk urai vagyunk, a magunk, mi szabjuk meg, hogy mit csináljunk, és a felelősségét is mi visszük. Tehát ezt a szabadságfokot, ezt a magas szabadságfokot tudomásul venni, az mindenképpen egy tantrikus elv. Ugye, és voltak ilyenek még, amiket mondtam, például ugye a másik, amiről még érdemes egy mondatot szólni, hiszen nagyon jellemző a tantrikus megközelítése, hogy ez a világ, a létező világok legjobbika. Tehát így élni, egy ilyen élettel, egy ilyen létezési móddal benne lenni a világunkba, hogy ez a világ a létező világok legjobbika, és ezt rögtön most mindenki cáfolná, na de hát itt a Covid, meg nem tudom, itt van, mit tudom mi, hogy ez nem a legjobb, hát akkor melyik a legjobb? Hol van a legjobb? Mi a legjobb? Honnan tudjuk legjobb? Eleve ez van, ez a világunk, a világ, mondhatnánk, ugye mindig Wittgensteint idézem, hogy a világ az én világom, csak hát a buddhizmusban nincs én, de mégis igaz, hiszen a tudati folyamataink következménye az, ami körülöttünk van. Na most, ha belegondolunk, hogy létezünk valahogy, a tudati létezésünk, és annak a következményére azt mondjuk, hogy milyen szar, hát akkor, bocsánat, akkor azt mondtuk, hogy milyen hülye vagyok. Röviden. Tehát elfogadni annak az elvnek mentén létezni, hogy ez a létező világok legjobbika, az azt jelenti, hogy az ember látja, hogy az a saját lelki, tudati működésének a következménye, tehát ebbe kell létezni, ebbe kell megoldani a dolgokat, ebbe kell rendezni a sorokat, hogyha nem nincsenek rendben. Tehát ezek az elvek, ezek a tantrikus elvek, ezek bizonyos értelemben olyan feladatokat adnak, olyan hozzáállási módot kényszerítenek ki, ami nagyon előrevívő, nagyon előremutató, még akkor is, hogyha adott esetben elfként az ember elfogadja, a gyakorlatban még úgy azért nem áll igazán össze a dolog, de akkor is ott van az elv, hogy igenis szabad vagyok, azt teszem, amit akarok, azt lépek, amit akarok, de a következményét is meg kell igyam, el kell fogyasztanom azt a gyümölcsöt, amit ott abban a tettemmel létrehoztam, és ez már egy nagyon nagy szabadságfokot ad. Plusz a felelősséget, hogy mit cselekszem, plusz azt a igényt, hogy egyre tudatosabban cselekedjek, hogy egyre tisztábban lássam a folyamatokat, hogy egyre jobban kiismerjem önmagam, egyre mélyebben megismerjem, hogy mi játszódik bennem. Tehát ezeket úgy konzekvenciaként hozzák ezeket a dolgokat, ezek az elvek. Na most... Van még egy hasonlóképpen egy másik megközelítése, és most itt a tantrák sokféleségéről nem lesz szó, mert arra nincs is igazán idő, de ma többször fogok hivatkozni a Guhya Samaja tantrára. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az egész tantrikus irodalomnak, a tantrikus útnak a megalapozó munkája, megalapozó irodalma a Guhya Samaja, tehát a titkos társaság, vagy titkos csoport, titkos társaság tantrája, és szó szerint így lehet lefordítani, ami többször fogok rá hivatkozni, mert definiálja, nagyon precízen definiálja, hogy mi is tulajdonképpen a tantra, és avval majd egy kicsit elidőzünk, de lényeg az, hogy egy helyütt a Guhya Samaja az szó szerint azt mondja, hogy az emberi személyiség öt alkotó eleme, ugye tudjuk, mi ez az öt alkotó elem, ez a skandhák, a rupa, vedana, samjna, samskara, vijnana, tehát a tudat öt összetevője. Tehát az emberi személyiség öt összetevő alkotó eleme potenciálisan az öt gyáni buddha természetét képviseli.
Ugye a gyáni buthák azok ilyen meditációs buthák, minden égtáj mellé van, erről is majd még szeretnék egy pár szót, minden égtáj mellé van rendelve egy butha, egy magas képességet reprezentál, majd egy picit ebbe is belemegyünk. De tehát azt mondja, hogy ez az öt tudati összetevő, amiből a én tudatunk összetevődik, az potenciálisan az öt gyáni buthával azonos. Tehát tulajdonképpen ezek kvázi gyáni buthák ezek az összetevők, ha megfelelő tudati módon közelítünk hozzájuk. Igaz? Tehát ilyen szempontból tehát az emberi személyiség öt alkotó eleme potenciálisan az öt meditációs gyáni buddha természetét képviseli, a tökéletes megvilágosodást, az individuum ráébredését valós természetének univerzális voltára. Tehát ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy amin keresztül rá tudunk ébredni arra, hogy ezek az összetevők, amelyek a tudatunkat kiteszik, most már itt nem elpusztít, nem is ez nem jó szó, hogy elpusztítandó, mert ezt soha nem akarja a buddhizmus, hogy elpusztítsa, hanem nem meghaladandó lesz, vagy nem egy olyan dolog, amit le kell küzdeni, amiről ki kell mutatni, hogy üres, ugye, mert ez a korai gyakorlatok lényege ez, hogy a szkandhákról, tehát a Rupa Vedana, Samskara és Vizsnyána, ezekről a Szatipatthána, illetve Vipasszana gyakorlatok által kimutatjuk, hogy ezek üresség természettel bírnak. Ugye ez az alapja, a megalapozó gyakorlat, amikor Vipasszana gyakorlatot végzünk. Akkor ez az érzet, ez üres. Ugye utána megyünk, milyen színű, milyen formájú, honnan jön, hová megy, mit, stb. Vizsgálgatjuk, és kiderül, hogy nincs is. Tehát, hogy üres. Harag, gyűlölet, stb. Ez mind üres. A gondolatok mind üres. A indítékok mind végsősorban üres. Itt nem az a cél, hogy kimutassuk azt, hogy üres, hanem a tantrában már az a cél, hogy átalakítsuk gyáni buthasággá, átalakítsuk olyan megvilágosodás elemmé, ami nem hogy a kárunkra van, hanem éppen a megvilágosodás szolgálja. Tehát plusz ráébredjünk ennek az univerzális voltára. Az univerzális volta azt jelenti, amit az előbb is mondtam, hogy ezek a tudati összetevők azok, amelyek az univerzummal is összefüggésben vannak, összefüggenek ezek a lelki folyamatok az egész univerzummal, majd a kára csakra mindjárt erről beszél külön. Tehát itt nem az a cél, hogy ezeknek a közvetlen ürességtartalmát megtapasztaljuk, bár az is egy átmeneti fok, tehát egy megalapozó fok, hanem az a cél, hogy ráébredjünk arra, hogy ezek tulajdonképpen megvilágosodás természetű folyamatok, tehát valójában át lehet alakítani ezeket úgy, hogy a megvilágosodás felé működjenek. Vagyis, mondja a tantra, a szenvedélyek csírák, melyekből a megvilágosodás kibontható, amiből kibomolhat a megvilágosodás. Ugye ez egy teljesen más megközelítés, mint amikor arról beszélünk, hogy a szenvedélyek azok a különböző, a szenvedélyek a szenvedések okozói. Ugye ez az alap buddhizmus kiinduló pontja. Itt már nem. Itt a szenvedélyek olyan csírák, amelyekből kibontakoztatható a megvilágosodás, amelyek tulajdonképpen hasznunkra van, és amelyek át tudjuk alakítani ezeket a szenvedélyeket magasabb rendű erőkké, olyan erőkké, amelyek a megvilágosodást szolgálják. És akkor itt persze beszélhetnénk arról, hogy valójában mindennek a centrumában az a bizonyos bodhicitta áll, ugye a megvilágosodás tudat, tulajdonképpen bodhicitta, ami lényegében a bennünk kibontakozó megvilágosodásnak a csírája, ami egyre fokozatosan kibontakozik bennünk, és egyre inkább minden azt a célt szolgálja, hogy ez a bodhicitta ez felemelkedjen, és a megvilágosodásig vigyen minket. Tehát
És hát nem is csak önmagában, ugye továbbra is nem csak magunkért, hanem hát minden lény érdekében, hiszen itt nincs már különbség, hogy magunk vagy minden lény, ez a Mahájánában már ugye az már tisztázódott, hogy itt nem különbözik a mi lényünk a többi lénytől, hiszen itt ez végül is együvé tartozik. És akkor jönnek azok a szövegek, amelyek azt mondják a bodhicittáról, hogy mi is a bodhicitta, hogy a tudatomat felemelem a tökéletes megvilágosodásba, mert akkor képessé válok minden megtestesült lényt elvezetni a megszabaduláshoz. Ugye ez még Mahájána ízű dolog, hogy minden lényt elvezetni a megvilágosodásba, de az, hogy a bodhicitta felébresztése, az már tulajdonképpen a tantra irányába mutat, hiszen a bodhicitta a tudatunknak, tehát ennek az öt összetevőnek a hétköznapi vagy a magasrendű működése. Tehát amikor a tudat működését felemelem a tökéletes megvilágosodásba, akkor képessé válok minden megtestesült lényt elvezetni a megszabaduláshoz. Élen járok a megvilágosodás ösvényén, amely biztosítja minden lény üdvét. Tehát azért kell megvilágosodnunk, hogy minden lényt képesek legyünk megszabadítani, hiszen az, hogy lény, ugye ez a Mahájána elve, az, hogy lény, ez egy elképzelés. Ez egy elképzelés. Gondolhatjuk úgy is, hogy ezek a lények valóságok, de a Mahájána ugye nem így szól, a Mahaprajna Paramita pont arról szól, hogy akkor mi az, hogy valóság, hogy miről beszélünk, és akkor a vége azt mondja, hogy semmiről nem beszélünk, mert nincs miről beszélni. Ugye ez a konklúziója a Mahájána szent szövegének. Úgyhogy valójában tehát itt az zajlik a tantrában, hogy ezt az öt összetevőt, a tudat öt összetevőjét most már nem arról szól, hogy le akarjuk, valahogy ki akarjuk mutatni, hogy ezek nem fertőzőek, mert üresek. Nem arról szól, hogy ezeket meg akarjuk szüntetni, azokat a gyökérokokat, amelyek a létforgatagot mozgatják, hanem arról van szó, hogy ezeket át akarjuk alakítani olyan erőkké, amelyek a megszabadulás felé működnek. És ez az átalakítás lényegében véve ez a tantrának a lényege. Úgyhogy ilyen szempontból a Guhya Samadhi, mindjárt már részletesebben kifejtem, három ilyen pontot jelöl meg, a tantrát úgy definiálja, tulajdonképpen mint legelső szöveg szinte megadja az alaphangot és definiálja, hogy tulajdonképpen kiterjesztés, kontinuitás és reintegráció, ez a három a tantrának a munkája, erről szól a tantra. És itt a kiterjesztés nyilván az a tan szónak megfelelően, tan gyöknek megfelelően, ugye az, hogy kiterjeszteni a szellemi utamat olyan dolgokra is, amely nem tartozik a szellemi út körébe. Tehát lényegében véve egy tantrikusnak teljesen mindegy, hogy mit csinál, teljesen mindegy, hogy most buddhista gyakorlatot végez, vagy pedig éppen a hivatalába, mit tudom én, mit csinál, teljesen mindegy, hogy mit csinál, neki azt tudatosan kell végrehajtani, neki az arra van szüksége, hogy az, amit éppen csinál, az egy felemelő, továbbvívő erő legyen, és ezért van a kiterjeszteni, ugye ez a tan gyökből fakadó tantra definíció, ez pont arról szól, hogy olyan dolgokra is kiterjeszteni a metafizikát, a szellemi utamat, amely nem tartozik abba. Ami nem tartozik abba a körbe. Ilyen például a bor. Az nem tartozik bele. Az, hogy borozik valaki, az nem tartozik a szellemi körbe. De a borozás is lehet szellemi aktus, ha megfelelő módon állunk hozzá. Hogyha nem az a célunk egy borozásba, hogy jó berúgjunk, hanem mondjuk az a célunk a borozásban, hogy eleget tegyünk ott valaminek, vagy hogy abba egy tudatos elem legyen, akár azért, hogy a lényeken segítsünk, akár erre. Mindig azt a példát, mert valószínűleg egy is elmeséltem már, de mert ilyen problémás tud lenni, hogyha többször elmond az ember dolgokat, de azt a példát hoztam, amikor hosszú-hosszú évtizedekig, tíz év körüli vegyiség után egyszer egy karácsonyi vacsoránál
azt mondtam magamba, nagyjából akkor, amikor a tantrát megismertem, hogy amikor az édesanyám csinált, ugye külön mindig külön kellett csinálni, mert ugye hát ő vegyi, ő nem eszi meg, amit mi eszünk, mert abban zsír van, meg mit tudom én mi, és mindig külön, és akkor egyszer mondtam, hogy én most szeretnék veletek enni azt, amit ti esztek. És ebben olyan boldogságot okoztam nekik, amit életemben semmi mással, semmilyen ajándékkal, semmivel nem tudtam megoldani, de ennek nagyon örültek. Ez egy igazi karácsonyi ajándék volt számukra, hogy ott ültem közöttük, és ugyanezt tettem, mint ők. Na most ezt csak azért mondom, és nem érzem úgy, hogy az most akkor engem földbe döngölt, vagy hogy most akkor lezuhantam a poklok poklába, vagy hogy elvesztettem az utam, vagy semmi ilyesmi nem volt, most kész, megettem, az jó van. Semmi problémám nem volt be. Azt akartam csak mondani tehát, hogy egyszerűen az a fajta merev szabály, amit például a Théraváda alkalmaz, az ebben a világban ez megoldhatatlan, nem visz előre, nem szolgálja az épülésünket. Azt szolgálja az épülésünket, ha szabadok vagyunk, ha a megvilágosodás a cél, azt nem ejtjük el egy pillanatra sem, és mindent alárendelünk annak. Az igen. Na most ezért mondom, tehát a tantra ezt a kiterjesztést végzi mindennel, kivétel nélkül mindennel. Akármit csinál az ember, még ha látja, hogy méreg, akkor is megpróbálja átalakítani valami olyan erővé, ami őt viszi tovább. Legvégső soron, de ez nagyon durva megközelítés, és nyilván nem példának mondom, de még a légyölő galóca is tud megvilágosító erő lenni, hogyha valaki, mint az éj célozva van a megvilágosodásra, akkor még egy ilyen intenzív méreg is azt szolgálja, hogy minél hamarabb elérje. Tehát ez most durva példa, mert azért mindig kerülj el a légyölő galócát lehetőleg messziről, de még az is, tehát még a halálunk is tud olyan lenni, ami előre visz, ami tovább visz, hogyha megfelelő módon bennünk van a megvilágosodásnak az igénye és a cél ott lebeg a szemünk előtt. Persze a különböző tantrák azért felépülnek, ugye apatantra, anyatantra, atitantra, meg stb. Tehát 9 ilyen tantra osztály van, és hát most nyilván ebben nem tudunk belemenni, csak a lényegi dolgokat szeretném itt kiszedni ebből. De a lényeg tehát az, hogy az a lényeg, hogy meglátni a világosságot, tehát mindenben észrevenni a világosságot, és minden ártó erőt megpróbálni felhasználni a megvalósításba. És ebből jön ki az a tantrikus abszurditás, amit a tantra végez, hogy a legalacsonyabbba és a legközönségesebbe is észrevenni a legnemesebbet és a legmagasabbat. És akkor ebből jönnek ki azok az abszurditások, hogy tantrikus szövegeket olvas valaki, és akkor kiderül, hogy egy nem tudom én milyen magas gurunak valamilyen alacsony kasztú lányjal van egy kapcsolata, és akkor kiderül, hogy abból gyerek születik, meg nem tudom én micsoda, biztos olvasott már mindenki ilyen tantrikus szöveg, ilyen tantrikus történeteket, a szidhák történetében is van ilyen, van egy pár ilyen, hogy cserkészi be a barlangba időző szerzetest a kerítőnő, és akkor elküldi a csinos fiatal lányt, és akkor a lány egyre közelebb megy a szerzeteshez, és akkor stb., és akkor ott megtörténnek a dolgok. Szóval lényeg az, azt akarom mondani tehát, hogy ez egy olyan elf, hogy a legalacsonyabba is megragadni a legmagasabbat, a legközönségesebbe is megragadni a legértékesebbet, ami tulajdonképpen ezt az átalakítást, ezt az átformálást szimbolizálja. És ez azt is jelenti tehát, hogy innentől nincs olyan, hogy nagyon, nagyon rossz, vagy nagyon alacsony rendű, vagy nagyon közönséges. Ezek megszűnnek, ezek a folyamatok, mert az ember tudata rááll arra, hogy minden alacsony rendűben megtalálja a magasat, minden rossz helyzetben megtalálni a jó dolgot, hogy van egy rossz szituáció, de valami van benne, valami kis csíra, valami, amiből valami nagyon jó dolog ki tud sülni.
ezeket keresni, a tudat rááll ezekre, ezekre az átformáló, átalakító műveletekre, és ebben lényegében a tudat tud fejlődni, vagy legalábbis hát megvan benne a fejlődés lehetősége. Azt is mondtam, hogy a pancsamakára, a hindu pancsamakára, tehát az öten betű által takart hindu gyakorlatok helyébe a buddhizmus a pancsakáma guna, tehát a öt gyönyör gyökér, ugye a pancsakáma guna az gyönyör, a káma a guna az a gyökér, az a gunák, ugye, amik ott a állatok, amik hajtják a létforgatagot, de itt most már ötről van szó, ugye, mert az irigység és a gyűlölködés is, ezt is mindjárt látni fogjuk belép. Tehát ez a szó szerint így szól a pancsakáma guna, a buddhista definíció a szádhaka, tehát a gyakorló, az élvezet öt tárgyában leli a gyönyörét azért, hogy elérje a megvilágosodást. És ez megint ugye egy hétköznapi vallási szempontból ez egy abszurditás. Hát akkor most gyönyörködik, vagy megvilágos? Na éppen a gyönyör által éri el a megvilágosodást. Mert átalakul minden, átformál minden, minden a megvilágosodást segíti. Úgyhogy ilyen szempontból ez az ötösség is átalakul. Első körben röviden, ha megnézzük a Gulya Samaja tantrának ezt a hármas felosztását, ugye akkor az egyik a kiterjesztés, a kontinuitás, reintegráció, tehát ez a hármasság a tantra definíciója, most ha nagyon leegyszerűsítjük a dolgot és kiemeljük a lényegét. És ez a három közül a kiterjesztés, ugye mint említettem, maga a tantra kiterjeszteni, ezt jelenti, tehát a legalacsonyabba és a legmagasabbat észrevenni, a legártóbba és a legsegítőbbet megtalálni, a hétköznapi tevékenységek, vallási tevékenységeket kiterjeszteni olyan dolgokra is, amik szellemellenesnek tűnnek első körbe, de aztán kiderülhet benne, hogy nagy erők vannak. Tehát kiterjeszteni mindenre, ami nagyon sok mindent takar, ez onnantól kezdve, nem tudom, ki ismeri például azt a Tibetbe, Butánba máshol alkalmazott ilyen tigris szimbólumot, ugye a tigris az a fékevesztett erőnek a szimbóluma, és annak hármas megjelenése van, az egyik olyan, amikor a tigrist láncon vezeti, aztán van egy olyan verziója, amikor a tigris hátára pattan, és van egy olyan verzió is, amikor a tigris leöli. Nem tudom, ki látott már ilyen ábrázolást. Nagyon ritka egyébként, de Tibetben minden kolostor falán ott van elsősorban a láncon vezeti a tigrist ábrázolás. Tehát, hogy féken tartja ezeket az erőket. De van egy olyan ábrázolás, hogy Evolának van ugye a Cavalcara della Tigre, a tigris hátán lovaglás könyve, ami a tantráról szól. De tehát van egy olyan attitűd, amikor a tigrisnek a hátára ugrik és viteti magát, és meglovagolja ezt azokat a sötét erőket, amelyeket a tigris szimbolizál. Tehát együtt megy az idővel, sőt, még olyannal is találkozunk, hogy felgyorsítja ennek a sötét erőnek a romboló munkáját, és felgyorsítja a tigris vágtató sebességét, csak hogy minél előbb lefuttassa ezt a korszakot, mert ez neki a megvilágosodást jelenti. Tehát nagyon sokrétű a szimbólum, csak azt akartam jelezni ezzel, hogy van egy olyan attitűd is a tantrában, hogy lefuttatni a sötét kort, tehát lefuttatni azokat az erőket, hagyni, hogy ezek az erők működjenek és önmagukat fajják fel, hogy önmagukat pusztítsák el. Tehát ez is hozzátartozik a dologhoz. Tehát az a tigris lovaglás, tehát ez a klasszikus tigris lovaglás, mint tantrikus műfaj, ez azt jelenti, hogy felgyorsítani a romboló erőknek a munkáját, ami az embert nem a pusztulás felé viszi, hanem a megvilágosodás felé viszi. Tehát egy teljesen másképp viszonyul minden méreghez, minden romboló erőhöz, mert minden romboló erő itt a megvilágosodást segíti. Tehát ezek nagyon izgalmas szimbólumok, és
tehát ez a kiterjeszteni minden dologra, tehát tudatossá tenni mindent, és nem megtagadni, nem elvetni, hanem felhasználni a megvilágosodás érdekébe, és ez egy olyan attitűd, amikor onnantól kezdve mondjuk valaki nem fog félni a, nem tudom én, mit tudom, E320-astól, ami ott van benne, a nem tudom, ugye miből állnak ma az élelmiszerek, térfogat növelő, meg ízfokozó, ebből áll ma a legtöbb élelmiszer. Na hát nem baj, semmi gond nincs ezzel, semmi probléma nincs ezzel, ez is segíti a mi megvilágosodásunkat, tudja segíteni a megvilágosodásunkat megfelelő tudati hozzáállással. Tehát ezek nem rombolnak, építenek egy megfelelő tudati hozzáállással. Tehát át kell programozni tulajdonképpen az agyunkat a tantrához, abban az értelemben, hogy észrevegyük mindenbe azt az erőt, ami szükségszerűen ott van benne, mert nincs olyan, hogy csak rossz, nincs ilyen, nem létezik, szükségszerűen ott van benne az a segítő aspektus, ami a utunkat segíti, és ezeket kell igazából megélni. Tehát, és eleve például levetkőzni azokat a félelmeket, amik avval járnak, hogy jaj, most mi lesz, hogyha megmérged, mi lesz, hogyha megkapjuk a valamit, mi lenne? Átmegyünk szépen rajta, és kész, ennyi lesz. Vagy mi lesz, hogyha ez van, vagy az van. Semmitől nem kell félni. Nem kell félni sem. Eleve a félelem, mint egy olyan, az is gyáni butha, mindjárt látni fogjuk. Tehát, hogyha megjelenik a félelem, akkor ott a gyáni buthát kell látni, ahogy a butha, ami segít nekünk, hogy a megvilágosodásba eljussunk. Tehát el kell engedni ezeket a negatív dolgokat, mégpedig úgy, hogy látjuk, hogy ebben magasabb erők működnek. A másik a kontinuitás, én mindenkül majd egy kicsit erről is beszélek részletesebben, csak annyit most első körben, hogy igazából eközben, mielőtt, miközben végezzük ezeket a műveleteket, tehát kiterjesztjük a tudatosságunkat olyan erőkre is, amelyek pusztítók, eközben viszont minden szellemi értéket menteni kell. Tehát menteni kell a szellemi értékeket. Ma meg már különösen, ugye, hogyha most a világba kinézünk, hát most gondoljuk bele, hát a, nem a mi, de az én életemben bizony, hát azért, bocsánat, olyan magas civilizációk, olyan magas spirituális társadalmak tűntek el, mint a japán, a tibeti és a többi. Tehát itt egy pillanat alatt leépült minden, megszűntek ezek a magas kultúrák, ugye, mindenki látta, gondolom, azt a filmet, ahogy a kínai tiszt bakancsokkal átgyalogol a mandala, a homokmandalán, nem tudom, már kis buthába, vagy valamelyik ilyen filmben volt benne, milyen jó kép volt az, ahogy ott a magabiztos kínai elvtársot át a csizmájával szétrombolja a mandalát. Hát ezt csinálják, rombolják a mandalát, rombolják a világot, ezt csinálják. Ez egy szimbolikus gesztus, hiszen a mandala az a világ, igaz? A világ szimbóluma, főleg a tantra nem véletlen mandalákban fejezi ki az univerzum különböző állapotait. Tehát, amit lehet, menteni kell természetesen. Tehát miközben kiterjesztjük ezeknek az ellenerőkre, eközben menteni kell a menthetőt, a szellemi menthetőt, és nyilván ezek belső értékek, amiket mentünk. Tehát ezek erősítik egymást. És a harmadik pedig a reintegráció, vagyis újraegyesítés, újraintegrálás, amiről már szó volt, felsoroltam azokat az ellentét párokat, amelyeket meg kell tanulni, egyesíteni. Tehát mindent, ami ketté vált, azt meg kell próbálni egyesíteni, és erre mondtam a férfinő viszonyba, ugye a günandromorf, meg az androgűn, tehát egyesül úgy is, hogy günandromorf, csak hát az se nem, se nem, és egyesül úgy is, hogy androgűn is, tehát férfi is, nő is. Ugye ez nagy különbség a kettő egyesítése. Tehát lényeg az, hogy egyesíteni kell az ellentéteket, ez is egy tantrikus alapelv. Igazából véve a krita jogának is lehet nevezni, mert a krita joga, a teremtő joga, a tenni joga, ugye a tenni, csinálni, a karma is ebből a gyökből származik, krita joga az ezt csinálja, hogy megteremti az egységet a meghasadtságokba.
Tehát ahol meghasadtságot látott, egységet teremt. És ez mindenre vonatkozik, ugye? Minden meg van hasadva, ha úgy tetszik, hiszen az egész világ arra épül, hogy jó, rossz, szép, csúnya, hosszú, rövid. És minden arra épül, hogy van két ellentét pár, és valahogy ezt kell egyesíteni, mert az ellentét párok, a dualitások, ugye a gráhaka és a gráhja, a megragadó és a megragadott. De hát valójában ezek ugyanazok, hogyha belegondolunk már a eddigi tudásunk alapján is, ugye, amit itt most elhangzottak, tudjuk, hogy a megragadó, tehát a tudat, meg a megragadott, a világ, az nem különbözik egymástól, azok össze vannak kapcsolva, az össze ugyanarról van szó. Ugye, tehát ilyen értelemben a gráhaka és a gráhja, ami egyébként a számkjának az alapterminusa, ezek a megragadó és a megragadottnak az egyesítése abba egyesül, hogyha tesszük az egyet a cselekvésbe, hogy most mit cselekszünk, a meghasadtság irányába cselekszünk, vagy az egység irányába cselekszünk. És mindig van ilyen választásunk, hogy melyik irányba cselekedjünk. Tehát még egy kicsit ebbe a kérdésbe belemenve, hiszen ez egy nagyon fontos dolog a Gulyaszamátyának ez az alap definíciója, bár volna idejünk a Hevajra tantráról, meg a többiről is egy kicsit beszélni, de a Kálacsakrát mindenképpen elő akarom még ma venni. Tehát a Gulyaszamátya tantrának ez a fajta kiterjesztés, kontinuitás, tehát a szellemi értékek mentése és a reintegráció, ez a fajta hármas szerepe, tehát a tantrának ez a hármas aspektusa, ez lényegében véve kicsit tükröződik abba, ami a test, szó, tudat hármasságával is összefügg, és főleg, ahogy ezt a Gulyaszamátya definiálja, hogy az alap, a folyamat és a cél hármasságának az egységét megvalósítani, vagy ezzel összefügg az is, hogy test, és a szó és a tudat hármasságának az egységét megvalósítani, ami, aki találkozott már így tantrikus dolgokkal, azt tudja, hogy ez a test, szó, tudat hármasság, ez egy kulcskérdés, ennek az egységesítése is kulcskérdés. Ez a Gulyaszamátyban úgy jelenik meg, hogy az alap, a folyamat és a cél. És hogyha megnézzük, hogy mi az alap, az alap az az emberi alapállás, ahogy mi az alapállás, amiből tevékenykedünk, amiből működünk, ugye, amiből minden élet fakad, amiből minden további dolog előjön, ez az alap. Igaz? A folyamat pedig az, amikor ebbe az alapba a célunk, a legmagasabbat behozzuk, tehát jelenvalóvá tesszük a hétköznapjainkba azt a legmagasabb valóságot, vagy a legmagasabb igazságot. Tehát a folyamat azt jelenti, hogy kiindulunk abból az alapból, amink van, és erre építkezve a legmagasabb valóságot tesszük a folyamat hajtóerejévé, aminek alá rendeljük a cselekvésünket. Igaz? Az előbb említett krita jogát. Tehát, és a cél pedig egyértelműen nagyon sokféleképpen lehet mondani, most itt mondjuk egy tantrikus definíciót, Mahasukha a Sahajakájába, mondjuk. Ez most lefordítva azt jelenti, hogy a Mahasukha, a nagy gyönyör, ugye a tantrikus munkákban sokszor megjelenik a nagy gyönyör, a tökéletes nagy gyönyör, vagyis itt nem megsemmisülés történik, amikor valaki meghaladja a hétköznapi egóját, hanem egy gyönyör állapot, egy beteljesülés. A nagy gyönyör megvalósítása a szahadja kájában, a szahadja testben, ugye a kája az test, a szahadja test pedig azt jelenti, hogy az ugyanolyan, ugye a szahadja a velünk született ugyanolyan természet. Tehát magyarul lefordítva a célt, de más módon is persze kifejthetnénk, hogy mi a cél, de most válasszuk ezt. A nagy gyönyör a velünk született testben. Gondoljunk csak ebbe bele. A tökéletes nagy gyönyör a velünk született testben. Megérkeztünk.
És ez a tantra. Na most persze az kérdés, hogy ebbe a megérkezésbe tudunk-e úgy cselekedni, működni, mint egy buddha. Mert ez a következménye. És akkor itt hát ugye itt mindig megbicsaklanak a dolgok, ha nem jól van végezve a tantrikus gyakorlat. De ez a lényege. Tehát a nagy gyönyör a velünk született testbe. Az említettem ugye a múltkor a Szarvapádától azt a test, mint templom, megérkeztem a testbe, mint templomba. Ez ugyanarról szól, a szahadzsa, az egy kulcsfogalom a tantrába, a szahadzsiáknak is nevezik egyébként a indiai buddhistákat, indiai tantrikus vajjána buddhistákat. Tehát a szahadzsa az a velünk született, ugye egy tőből két fa nő ki, mondja például Szarvapáda. Tehát egy tőből, ez a születésünkkor, kinő a tudatunk, meg a világunk. De ez a kettő, mindkettő üres, mindkettőnek a végső természete üresség. Tehát, és a testünk végső természete is üresség. Tehát magyarul, ha ráébredünk arra, hogy most itt ebben a testben szabadok vagyunk, és itt ebbe a testbe a legtökéletesebb létező világba élünk, ami hát nem könnyű, elismerem a ilyen zavaros helyzetekben, de mégis ezt kell imaginálni, akkor bizony a szahadzsa kájában megéljük a nagy gyönyört, a megvilágosodás célját. Tehát ez a folyamat, a kontinuitás, tehát kiterjesztjük, kontinuitást létrehozzuk, és az integrációt megvalósítjuk. Hát itt egyértelműen elsősorban az uppája és a prajñá, a karuna és a sunyata, vagy a előbb említett gráhaka és a gráhjá egyesítéséről van szó. Mert, mondja például szintén a Gulyas Szamádzsa, a prajñá istennő benne lakozik minden nőben, az upája istennő, upája isten, upája, az nem isten, mert az egy módszer, tulajdonképpen a technika az az upája, ahogy gyakorlunk, meg ahogy létezünk, ugye módszer, az pedig minden férfiban benne lakozik. A megjelenés, módszer és részvét, együttérzés a férfi istenségre jellemző. A nyugalom, a nagy üdv, az üresség és a bölcsesség a női istenségre jellemző. És amikor a upája és a prajñá, valamint a karuna és a sunyata, vagy bármilyen más ellentét, amit hosszasan soroltam ugye az elmúlt alkalommal, egyesül, akkor tulajdonképpen az integráció megvalósul. Reintegráció, mert visszaintegrálódik. Nem újra, vagy nem most, hanem ez visszamegyünk, visszatértünk, religió, visszakapcsolódunk az ősidőkbe, amikor még egységben voltak a dolgok. Tehát, na most ez persze meg is mondja, hogy a férfi, mi a férfi istenség? A manifestáció, tehát megjelenés, a módszer, tehát a gyakorlás, és az együttérzés, a részvét. Ez teszi ki a férfi istenséget. És mi teszi ki a női istenséget? A nyugalom, a nagy üdv, az üresség és bölcsesség. Tehát itt meg is adja, hogy hogy kell viszonyulnunk, honnan indultunk ki. Férfiként indulunk a történetbe, akkor a módszert, az upáját és a karunát kell gyakorolnunk. Ha nőként indulunk ki a történetből, akkor a prajñát, a sunyatát, a gráhját kell gyakorolnunk. És ebből kell közelítenünk az egység felé. Tehát valójában ez a három fogalom, a kiterjesztés, ott is az alap folyamat cél, valamint a test, a test, a szó és a tudat hármasságák, ezek a hármasságok, valamint a kontinuitás, ami összekötni ezeket a három, az alap folyamat és célt összekötni, valamint az integráció, ez a három olyan tantrikus alapelv, amit ha be tudunk építeni az életünkbe, hogyha a hétköznapjainkat úgy tudjuk elrendezni, hogy ezek működjenek, ezek legyenek a fő vezérmotívumok, akkor azt mondhatjuk, hogy bizony egy tantrikus úton járunk.
tantrikus úton járunk, mert egyesítjük a dolgokat, mert mentjük a szellemi értékeket, mert kiterjesztjük a megvilágosodást a mérgekre, minden olyan dologra, ami számunkra ártalmas lehet. Nos, gyorsan még, értelemszerűen nem lehet a tantrát ilyen rövid, hogy mondjam, csak így ismertetni, mert itt is még jócskán volna ezzel kapcsolatban dolog, de egy pillanatra térjünk át a Kála Csakra tantrára, mert a Kála Csakra tantrában van egy nagyon izgalmas dolog, ami igazából csak azt szeretném előhozni, mert a Naropa Hatra jogájával nem, most nem fogunk foglalkozni, már pedig a Kála Csakra jobbára arról szól. De van egy nagyon izgalmas dolog, ami szóval úgy szól maga a kis történet a Kála Csakra, hogy Szucsandra király elmegy Buddhához, és megkérdezi Buddhát, hogy melyik az a jóga módszer, amelyel a modern korban a modern ember és a nagyon lecsökkent képességű modern ember és lehetőségei, tehát ebbe a Kali Yugába, ennek a modern ember számára melyik az a legjobb módszer, ami a felébredést lehetővé teszi. Tehát mit csináljunk, kérdezi Szucsandra, pedig hát a Szucsandra azért még nem a 21. századi Covid világba élt, de már akkor a 8. 7. században is már úgy érezték, hogy fertőzött a világ, és hogy felgyorsult, és minden. Nyilván minden nemzedék ezt érzi, hiszen valóban mindegyik gyorsul fel. Ez teljesen természetes, egyre gyorsabban pörög a Kali Yuga. Tehát ilyen szempontból mi az a technika, amivel a modern ember, a kevés lehetőségekkel rendelkező modern ember is el tudja érni a megvilágosodást. És akkor Buddha a Kála Csakrában, főleg az első és a második fejezetben, az úgynevezett külső Kála Csakrában kifejt egy jó pár dolgot, például azt, hogy kifejti, hogy egyrészt az emberi test az magába foglal mindent, ami a kozmoszra jellemző. Tehát valójában a kozmosz és a test az nem különbözik egymástól. Már olyan értelemben nem különbözik, nyilván különbözik, de abban az értelemben nem különbözik egymástól, hogy ugyanolyan ritmusok vannak benne, ugyanolyan mozgások, ugyanúgy történik minden az emberi test élettani folyamataiban, mint ahogy a kozmoszban, tehát nem különbözik egymástól a mikrokozmosz meg a makrokozmosz. Tehát egy analógiát épít a külső és a belső között, és mennyire visszatérünk. Másrészt pedig, hogy elmagyarázza a szexualitásnak a jelentőségét, hogy a szexualitásban milyen hatalmas megvilágosító erők vannak. Hogyan kell ellenőrizni például az időbeli ritmusokat, az idővel egyáltalán, ugye nem véletlenül szántunk az időnek beszélgettünk erről egy darabig, az idő, mint a legnagyobb úr, az univerzum legnagyobb istene. Tehát, hogy az időbeli ritmusokat hogyan kell megtanulni a légzés által, hogy a légzés micsoda kulcsfontosságú, hogy megtanuljuk a légzés ritmusán keresztül az univerzum ritmusát. Ráadásul, ahogy a élettani folyamatainkat is a légzésünk szabályozza, ugyanúgy a kozmikus folyamatokra is az ember légzése befolyással van. Satöbbi, mert csak így lehet megszabadulni az idő fogsága, az idő uralma alól. Tehát ugye beszéltem arról az a bizonyos Csáncsára Csiapaitho Káló, tehát hogy a megzavarodott tudatban megjelenik az idő, és minél zavarodottabb a tudat, annál inkább benne van az idő. Most itt ugyanazt látjuk a Kála Csakrában, hogy úgy tudunk az idő uralma alól megszabadulni, hogyha a légzés folyamatán keresztül megtanuljuk szabályozni az élettani működésünket és általában mindenféle működés, mert
az ember mikrokozmikus lénye és a makrokozmosz nem különbözik egymástól. Nem különbözik egymástól. Ez egy nagyon izgalmas dolog, tudnélik, innentől kezdve, hogyha valaki azt mondja nekem, hogy az asztrológia, a nyugati asztrológia az egy járható szellemi út, akkor nem fogok tiltakozni. Mert valóban az is miről beszél, a tudati folyamatokat szemléli a bolygók mozgásán keresztül. Erről szól, hogyha tényleg asztrológiáról van szó, és nem valamilyen üzleti dologról. Tehát ilyen értelemben az is arról szól, tehát, és nem kell nekünk feltétlenül a kálacsakrát gyakorolnunk ahhoz, hogy ezt az analógiát felébresszük, hogy ezt az analógiát lássuk. Erre vannak akár nyugati technikák is, vagy akár még csak technika nélkül is rá tudunk ébredni. Hosszasan sorolhatnám, most nem mostam el, hogy milyen összefüggés van a szívritmus és a légzés között, hogy milyen fantasztikus számmisztikai összefüggéseket találunk a különböző ritmusok között, ami az emberre jellemző. És ez jellemző a kozmoszra is. Tehát nem két különböző dologról beszélünk, hanem egy dologról beszélünk, de ezt az egy dolgot nekünk el kell kezdeni szabályozni, el kell kezdeni gyakorolni, légzés gyakorlással. És hát ugye tudjuk a légzés, különösen a Vajrayanán belüli légzés gyakorlatok gyanánt, hogy bizony ott meg van szabva, hogy először ugye az orrunkon van a centruma a légzésnek, aztán a haránál, a gyomornál van ugye a centruma a légzésnek. Innen látjuk, hogy valaki például gyakorol a légzést, vagy nem, mert aki gyakorol légzés gyakorlatokat végez, az a hasán keresztül lélegzik, annak nem emelkedik a tüdeje, meg nem a tüdejébe lévő, hanem a hasa jár ki be, mert már a centrum áthelyeződ, aztán áthelyeződik a centrum ugye a harmadik szem tájára, a levegő, tehát egy egység jön létre, a légzés által megtapasztalt egység áll be, és a végén ugye az Ushishakamala a legmagasabb pontra jut el, hiszen a prána az az életerő tulajdonképpen akárhogy is, de a legfontosabb erő az emberben. Na tehát, és akkor tulajdonképpen ezt részletezi, ezt fejti ki az első kör, első és a második, a Kálacsakra 5 fejezetéből az első kör, hogy milyen analógiák vannak az ember és a világban zajló folyamatok között, és megállapítja, és Buddha kifejti, hogy erre az analógiákra kell ráépülni az embernek, és tudnia kell, hogy minden, ami kívül történik, az belül történik, és minden, ami belül történik, az kívül történik, mert a kettő nem különbözik. És akkor mit mondtunk? A gráhaka és a gráhja, ugye? A megragadó meg a megragadott. Na ennek a kettőnek kell az egységét megvalósítani. És amikor azon gondolkodunk, hogy a külső meg a belső nem különbözik, akkor e felé az egység felé lépünk. E felé az egység felé gyakorlunk. Igaz? Ez a lényege. Tehát ez a három alapelvet sorolja fel Buddha, hogy a analógiáknak a helyreállítása, a kinn és benn ritmusok, analógiák helyreállítása, a szexualitásnak a centrumba helyezése, és már olyan értelemben, hogy abban lévő erők és a szexusban lévő energiák felhasználása, de az is nagyon sokrétű, most ebben nyilván nem megyek bele, de szóval onnantól kezdve, hogy amikor egy férfi meg egy nő, ugye az is négy lépésben, ahogy találkozik, az is szimbolizálja, a tantrikus iratok leírják azt a négy lépést, amikor észreveszi egymást, amikor megfogják egymás kezét, amikor összejönnek, és amikor szexuális unióba egyesülnek, ugye ez négy szellemi szintet fejez ki, tulajdonképpen így ábrázolják szexuális szövegek ezt a négy szellemi szintet, de csak abban a csak egyetlen dolgot akarok mondani, hogy abba aktusba, hogy egy férfi és egy nő összeülelkezik, ahogy a yin és yang energia elkezd áradni, áramolni, már abba van egy egységélmény. Ugye hát nem véletlen, hogy szeretnek egyébként összeülelkezni, mert abban van valami jó dolog, és ez a jó dolog az,
hogy áramlik az energia az egyikből a másikba, a yinből a yangba, a yangból a yinbe, egy felemelő szellemi érzés tulajdonképpen, ami itt megvalósul. És akkor még nem beszéltünk ugye nagyon sok olyan további dologról, ami hát hozzátartozik a szexualitáshoz, ott is micsoda erők vannak. Na hát ezt nem kell mondanom, hogy ott milyen. És tulajdonképpen tehát a Kála csak arra irányítja rá a figyelmet, hogy a szexualitás kiemelt fontosságot kap ebbe a modern korba, és arra összpontosítva meg lehet tanulni azokat a attitűdöket, amelyek az ember szellemi fejlődését szolgálják, tehát ez a másik. És a harmadik pedig idővel kapcsolatos szádhanák, tehát azok a gyakorlatok, amelyek az időt kontrollál veszik, illetve hát most már látjuk ugye az előbb elmondottak alapján, hogy amelyek tisztítják a tudatot, hiszen minél tisztább a tudat, annál inkább az idő, annál inkább kontroll alá kerül. Tehát ezek nagyon-nagyon magas dolgok, mivel tehát egy szó szerint így van, hogy mivel a test reprezentálja az egész kozmoszt, tehát a testben zajló folyamatok a kozmikus folyamatokat szimbolizálják, és minden szimbolizálja az isteneket, a megszabadulás elérhető a testi működések szabályozása által. Nagyon fontos rendelkezni egy olyan testtel, ami kontroll alatt van, és némely tantikus iskolákban például az aszketizmus, meg a mindenféle spekuláció teljes elvetésével ilyen gyakorlatokat végeznek, tehát semmiféle aszketizmus nincs benne, itt már a tantra szintjén. Mindenféle spekulációt elvetnek, és csak a tapasztalás, csak a közvetlen tapasztalás, hogy hogyan élek meg egy helyzetet, például egy szexuális helyzetet, vagy az idővel kapcsolatban, vagy a világgal kapcsolatos helyzetet, úgyhogy ez kerül előtérbe, és nem a filozófiák, meg a különböző spekulatív elméletek, valamint minden meditációnak a háttérbe szorulása. Nincs meditáció. Nem az van, hogy leülünk és gyakorlunk, nem ez van, hanem mindent, amit csinálunk, az mind gyakorlás. Az mind gyakorlás. Miközben figyeljük a légzésünket, miközben koncentráltak vagyunk, miközben nem félünk dolgoktól, mert mindent átalakítunk, átformálunk. Tehát ez egy egészen más attitűd, mint ami korábban a Théraváda vagy a Mahayana iskoláknál volt. És tehát túl azon, hogy a meditációt ugye sok irányzat teljesen visszautasítja, nem foglalkozik vele, nem ez a gyakorlás, hogy ülőhelyzetben ott nem tudom én milyen meditációs gyakorlatot végez, hanem a tiszta spontaneitás, a teljes szabadság, az elengedettség, de kontrollal, tehát nem úgy, hogy akkor, hanem nézzük meg, hogy most akkor mifelé mennék, ha hagynám, hogy menjek. Vagy mi kellene akkor, ha elengedném a gyeplőket, és megvalósulnának a dolgok úgy spontán, maguktól. És nem véletlen, hogy a szahadzsát, azt nagyon sok szerző angolra a spontaneitás szóval fordítja le. Mert valami spontán műveletről van szó. Tehát a tantra az egy ilyen spontaneitásban megélt megvilágosodás tulajdonképpen. Tehát ilyen értelemben a tiszta spontaneitás, a megszabadulás célzó tiszta spontaneitás, így is lehetne mondani. És aztán Sarvapáda, meg különösen, aki elolvast, aki találkozott a Semmi virágai című könyvvel, abba a népit, meg a királyi dohát fordítottam le, és ott a királyi dohába azért olyan cikizi a jogika, cikizi a mindenki cikiz. Tulajdonképpen az első 30 vers vagy szútra az arról szól, hogy hát a tirtikák, ezek azt hiszik, hogy úgy elérhetik, ezek meg ott meditálnak, mit gondolsz, ha nem majd, akkor a halálod nem lesz fájdalommal teljes? És mindenkit sorba lecikiz, hogy azok nem célra vezetők ebbe a korba.
ebbe a korba az a célra vezető, hogyha szembenézünk a valósággal, hogyha látjuk, hogy mik vannak bennünk, hogyha elengedjük a dolgokat, hogyha szabadon létezünk, ha a létező világok legjobbikának éljük meg, és ott mindent átalakítunk a legalacsonyabbat, legmagasabbá, a legközönségesebbet, értékessé. Szóval nem tudom, érthető-e az az attitűd, amit a tantra szeretne közvetíteni. Aztán persze a kála csakra is tulajdonképpen úgy definiálja önmagát egyébként, hogy a halál köréből való megszabadulás legközvetlenebb metódusa. Tehát igazából vél valami halhatatlanságszerűséget. Persze tudjuk, hogy ebbe a korábbi iskolák üresség tanítása mind benne van, tehát félreértés ne essék, azokat nem szórja ki, itt is tulajdonképpen. Például azt mondja a kála csakra szövege, hogy a kála csakra az önmagába kifejezi a teljes valóságot, mert a ká jelenti azt, hogy a ok-okozati viszony teljesen megszűnik. A la jelenti azt, hogy a kozmosz vákuma, a kozmosz működése, kozmosznak a magába szívó, mindent magába ragadó működése. A csa az azt jelenti, hogy az elme nyugtalanul mozog, és a csakra, mint tér, mint mozgás, ugye a csakra a kerék, mögött ott van a tudatnak a mozgó, nyughatatlan mozgó jellege. Tehát a K jelenti a okokozat megszűnését, a La jelenti a kozmikus működéseket, a Cha az elme nyughatatlan jellegét, és a Kra, tehát K-La csak Kra, jelenti azt a módszert, azt a metódust, amivel tulajdonképpen ezeket a világ folyamatokat össze tudjuk fogni egyé. És az első kettőt aztán azonosítja a Dharmadhatuval, a második kettőt pedig a megjelenéseknek a meglétével, és az azt jelenti, hogy a Dharmadhatu és az objektivitás együttese teszi ki a kála csakrát, vagyis megérkeztünk oda, hogy a legnagyobb boldogság állapotába időzünk most a tökéletes testünkbe, amikor a legtökéletesebb világban létezünk, és elérkeztünk oda, hogy tulajdonképpen ez a megvilágosodás állapota. Ezt mondja a tantra. Na de hát ugye akkor jön az, hogy kimegyünk, és akkor jön valaki, a lábunkra lép, menj innen, te hülye marha, és visszazuhanunk abba az állapotba, de nem is ez a lényeg. Az a lényeg, hogy tudjunk működni hogy a lelkünkbe, a tudatunkba egy olyan metódus, egy olyan módszer legyen, amivel meg tudjuk mindig minden állapotba valahogy úgy önmagunkra látva átalakítani, átformálni a dolgokat, ezt az attitűdöt kell elsajátítani. Ez a lényege igazából a tantrának, mert ha ezt meg tudjuk tenni, akkor helyére kerülnek a dolgok, akkor megvalósul az, amit az előbb mondtam, hogy valóban a tökéletes testben, itt most a tökéletes állapotba jutottunk, és most, itt, most. Na most a zene ezt csinálja végső soron, hogyha szembe jön a Buddha, az öld agyon, mert hiszen a Buddha itt van, ő nem lehet Buddha, nem lehet más a Buddha, tehát Buddhák vagyunk, megvilágosodottak vagyunk. Igaz, és végül is valahol a bodhicitta is ezt fejezi ki, meg gyakorlatilag a vajjanára terminusok többsége is ezt fejezi ki, hogy valami olyan dolgot, ami már most itt van, azt kell általánossá tenni, azt kell mindennapivá tenni. Tehát nem csak akkor, amikor, mit tudom én, a szöveget olvassuk, hanem akkor is, amikor mondjuk egy olyan helyzetbe kerülünk, ahol tényleg nagyon rossz dolgokkal találkozunk, de meg kell találnunk benne a jót. Tehát ezt kell általánossá tenni. Most sokfelé még mehetnénk, mert szó szerint például van egy ilyen, és a kála csakra kialakítja a megfelelést a testben folyó vitális áramlások és az univerzumban az idő áramlása között, tehát létrejön az analógia.
És azt tanítja, hogy az idő megnyilatkozása a vitális folyamatok működésében megragadható. Tehát meg lehet fogni az időt, ha látjuk a bennünk működő élettani folyamatokban lévő ritmusokat. Mert a Kálacsakra szerint a vitális áramlások, akár felkelés, lenyugvás, kilégzés, belégzés, akármiről is lenne szó, ezeknek az ellenőrzése, kontrollja révén az idő áramlása is kontrollálható. Tehát elérkezünk oda, hogy ahogy láttuk, hogy a tér és idő kondíciói legyőzhetőek részben, a tér úgy, hogy túllépjünk a formavilágon. Ugye emlékszünk rá, szó volt róla, hogy a formavilágot túllépve az első szint mindjárt a formán túli világnál a térnek, a végtelen térnek a megjelenése. Tehát a végtelen tér irányába túl tudunk lépni a tér általi meghatározottságon, és az idő általi meghatározottságon is túl tudunk lépni akkor, hogyha a testben végbe menő vitális, élettani vitális áramlásokat kontrollál tudjuk venni, például a légzés, például a szív, akár a pulzus, vagy bármi, tehát kontrollálni a testet. Ezt jelenti. És ekkor megyünk abba az irányba, hogy hát persze tökéletes, a testünk az tökéletes, bocsánat. Amit mi elrontunk, persze vannak olyan kedvezőtlen születések is, amikor ez nem mondható el. Ez kétségtelen tény. Tehát születhet valaki úgy, hogy valamilyen, ugye erre mondják a buddhista szöveg, hogy ott valami korábbi tettnek a gyümölcsét kell learassa az, aki adott esetben például olyan testbe születik, ami hát mondjuk, ami korlátozza a létezését, a működését. Hát ezt most modern korban ezt már bőven vitatják, végig kell gondolni, nem akarok ebben most így állást foglalni, de egy a lényeg tehát, hogy alapjaiban véve most vegyünk egy egészséges születés, egy egészséges gyereknek elviekben tökéletes teste van. És utána elkezdik ezt a gyereket etetni ebben, avval, meg elkezd így működni, úgy működni, és fokozatosan ez a test, ez lerép, elromlik, lerombolódik, elhasználódik. De nem szükségszerű, hogy ez így történjen. Egyáltalán nem szükségszerű, hogy ez történjen. Meg kell ismerni ezeket a működéseket, meg kell ismerni, hogy mi, hogy működik a mindenféle mozgás, áramlás bennünk, tehát részben ellenőrizni, és akár még az is elképzelhető, hogy megállítani, mert még ez is benne van, ugye gondoljunk arra a tigrisre, amit a leszúr. Hát szóval tantra az egy nagyon komoly dolog, de amiért igazából idehoztam, nem tudom, hogy most igazából nincs időnk ebben nagyon most már foglalkozni, de mindenképpen ide kellett hozni, mert azért, mert, és akkor még igazából véve még egy picit még elidőznék ennél, mert ez a lényege az egésznek, hogy tudjuk átalakítani a folyamatokat. Csak egy pár analógiát mondok, például a tompaságnak a gyökéroka, ami ugye egy gyökérok, a szenvedést előidéző gyökérok, az igazából véve Vajrócsana Buddhát takarja. Tehát, hogyha átalakítjuk a tompaságot, akkor Vajrócsana, mit jelent Vajrócsana? Szó szerint Vajrócsana, szó szerint azt jelenti, hogy szétfénylik, fényességbe borul. Világosság támad. Egyébként a rúpaszkanthához tartozik. A rúpaszkantha a tompaság, értelemszerűen a tompaság az, amikor a földelemmel, a rúpával, a formával kapcsolatban azt hiszük, hogy valóság, az a tompaság, ne továbbja. A naív realizmus, meg a materializmus, az a tompaság, ne továbbja. De ez a tompaság átalakítható Vajrócsana Buddhává, megvilágosodás tényezővé. Felfénylik, mi-e a lényege? Mert mi a lényege a formának? A fény. És ezt ma már tudjuk, még a fizikusok is tudják. Tehát ilyen értelemben átalakítható a tompaság Vajrócsanává. Vagy a védanász kantha, ugye az érzet, érzelmek, érzetek skanthája, ahova a gőg
negatív érzelme tartozik, az ratnaszambhava buddhává átalakítható. Tehát át lehet formálni egy megvilágosító erővé. Ratnaszambhava azt jelenti, hogy a gyémántként létesült, vagy gyémánttal együtt létesült. Ugye mi a gyémánt? A vajra. Gyémánt, villám, jogar. Az a hármas, a vajra hármassága, hogy gyémánt, villám, jogar, ez tulajdonképpen összefügg a test, a szó, a tudat hármasságával, és összefügg a gyémántnak a rendíthetetlensége, a gyémánt, a villámnak a mindent átható intuíciója, és a uralom, a jogar. Tehát amikor egy vajrát a kezünkbe fogunk, akkor tulajdonképpen is felmutatjuk, akkor a gyémánt, villám, jogar egyiket se hagyhatjuk ki. Nem csak gyémánt, nem csak villám és nem csak jogar, hanem a három együtt, vagyis olyan szilárdak vagyunk, mint a gyémánt, érzelmileg különösen, hiszen a Védanászkanthához tartozik, Ratnaszambhava, mint a gyémánt, és olyan világosak, mint a villám, és olyan uraltak, mint a gyémánt, villám, jogar, mint a jogar. Ugye a jogar az uralomnak a szimbólum, a gyémánt, villám, jogar. Akkor tovább menve, hogy ezen még végigmenjünk, a szamzsnyá, tehát a gondolati sík, szkanthához, a tudat gondolati összetevője, ahol a vágy dominál, a vágy a kiemelkedő érzelmi elem, az átváltozik Amitábha buddhává. Amitábha buddha néha a centrumba kerül egyébként, Amitábha. Néha Vajrócsana van a centrumba, attól függ, hogy milyen irányzat. A centrum és a négy égtáj buddhái, ugye a négy égtájnak a megvilágosító erői tulajdonképpen itt sorba alakulnak át a tudati folyamatok, a tudati összetevők alakulnak át gyáni buddhákká. Tehát a nem mérhető fény, így is lehet mondani, a Amitábha, az a mérhetetlen vagy nem mérhető fény. És akkor még nem beszéltünk persze arról, hogy mindegyikhez tartozik egy bölcsesség, ami tulajdonképpen segíti ezt az átalakulást, például Amitábhánál a megkülönböztető bölcsesség. Ugye az előbb említett Védanászkandnál említett Ratnaszambhavánál az azonosság bölcsesség. A legelőször említett tompaságnál, a rúpaszkanthához, ott a transzcendentális bölcsesség, a túlemelkedő bölcsesség. És tovább menve a szamszkára szkantha, tehát az akarati síkhoz, ugye, ahol az akarat van, az akarati folyamatok vannak, ott az irigység tartozik oda, de ha az irigységet átalakítjuk a beteljesítő bölcsességgel, akkor amokha szithi, a tévedhetetlen képességű gyáni buddha jelenik meg előttünk. Aztán van a szamszkára buddha, és végül van a vizsnyána szkanthához, tehát a tudat összefogó tudatiság, ugye ez a vizsnyána szkantha, ehhez tartozik a gyűlölködés negatív érzelme, ami gondoljunk csak abba bele, hogy a világon minden az egóknak az összekoccanásából van, minden probléma abból van, hogy egók, ugye mindenki egy egó, és neki van érdeke, és akkor elkezdenek gyűlölködni, mert a másiknak más az érdeke. Minden probléma, ami a világban van, kivétel nélkül erre vezethető vissza. Tehát valójában az egóknak a összekoccanása, ez okozza a világba az űrzavart, mert sok érdek van, és azok mind érdeket nehéz összeegyeztetni. Tehát lényeg az, hogy a vizsnyána szkanthának a gyűlölet és akszóbja, vagyis a kimozdíthatatlan és rendíthetetlen akszóbja a gyáni buddhája. És akkor most itt elmondtuk ugye az öt gyáni buddhát, most ezek a gyáni buddhák égtájakhoz kapcsolódnak, akkor színekhez kapcsolódnak, formákhoz kapcsolódnak, és hosszasan sorolhatnánk, amire most persze nincs időnk, sőt, igazán a csakrákra sincs időnk, de hosszasan sorolhatnánk azokat az analógiákat, amelyeket a
tantrikus irodalom összerak, például csak mondok mondjuk, mit tudom én, egyet, mondjuk Amokha Siddhit, aki a szamszkára vizsjána, vagy szamszkárahoz tartozik, a akarati síkhoz, akarati szkandhához, az a karma rendbe tartozik, kvalitása a szeretet, a maitri, szimbóluma a visvavajra, a kettős vajra, bölcsesség a beteljesítő vajra, iránya az észak, színe a zöld, prazsnyája a tára, bódhiszatvája a visvapáni, mánusi buddhája a maitreya, buddhista mantrája az áh, eleme a levegő, múdrája az abhaya múdra, dákini a karmadákini, bázisa a karma, mérge a gőg, vagy irigység, az attól függ, van, amikor ez cserélődik, alaperője a mozgás, és hordozója a garuda, amritája az emberhús, dísze az őv, gyáni, haragvó megjelenítője a karmaherúka, tantrikus partnere a rajjaki, szóval egy azt akarom csak érzékeltetni, mert úgyse lehet most megtanulni sem, mert nem is érdekes most. Én azt akartam, hogy egy analógia lánc bontakozik ki, ami az egész univerzumot átfogja. Tehát ezek mind egy egység bontakozik ki, egy analógia. Amikor tehát egy negatív érzetet átalakítunk gyáni buddhává, akkor ott egy láncreakció szerűen az egész univerzumban rendeződik valami. Mert összefüggnek a dolgok. És ezért mondtam azt, hogy valójában, hogyha valaki egy nyugati asztrológiai rendszert, vagy mit tudom én, vagy a kabala rendszerét, vagy a hermetika bármelyik másik rendszerén keresztül hozza létre azt az analógia rendszert, ami a világ és a tudat között van, teljesen elfogadható, nincs vele semmi gond. Mi ebbe a kultúrába vagyunk, ebbe születtünk bele, mi így tudjuk megragadni az egység állapotát. Egy a lényeg tehát, hogy a tantra szempontjából az a fontos, hogy ez az egység létrejöjjön. Hogy képesek legyünk összekapcsolni a különböző elemeket, képesek legyünk egységbe látni a világot, képesek legyünk az összefüggéseket észrevenni. Tehát a tantra ilyen szempontból nem a meditáció, nem a kontempláció, vagy a, bár az imaginációt használja, ugye, hiszen az imaginációs gyakorlatok hozzátartoznak, a képzeld el ilyen vagy olyan buddhát nyolc karral, egyik kezébe kard van, másik kezébe vajra, a harmadik kezébe bár, negyedik kezébe nyíl, ötödik kezébe ez meg az, képzeld magad elé, képzeld erősen el, képzeld olyan erősen el, hogy megvalósuljon, és most költözz át bele. Te magad vagy az. Te magad vagy az, akit elképzeltél. És onnantól kezdve halhatatlan vagy. Ugye ez tantrikus imaginációs gyakorlat. Na most én azt mondom, hogy képzeld el, hogy egy tökéletes világban élsz. Képzeld el, hogy szabad vagy. Képzeld el, hogy te vagy a Buddha. De ez így nem jó. Én vagyok a Buddha. Nem, ezt így hagyjuk. Ezt most hagyjuk. Ezt most hagyjuk, hogy ki a Buddha, mert még a legalacsonyabb állatban is ott van a Buddha potencialitás. Tehát minden Buddha, mindenki és minden Buddha. Mert még ott a fű alatt a szarba, ahogy van a koán, ugye, hogy hol a Buddha? Hát itt a... És lejjebb, hát ott a kutyába. És még lejjebb, hát ott lenne a fűbe a kutya szarba. Mindenben ott a Buddha, mert csak Buddha van, mert megvilágosodás, minden. Az más kérdés, ha nem akarjuk ezt észrevenni. Szabadok vagyunk, megtehetjük. Nem kell észrevenni a buddhaságot. Nem kell észrevenni, hogy tökéletesek vagyunk. Nem kell. Senkit nem kényszerít senki. Nyugodtan menj, szenvedjen csak akar. Tehát a tantra ezzel a móddal megtanít minket arra, hogy komolyan vegyük a létezésünket, hogy lássuk, hogy ez egy csoda, ami itt van, ez egy kéz gyönyör, benne vagyunk egy csodálatos testben, létezünk, világot teremtünk, mégpedig olyat teremtünk, amilyenek vagyunk. Szóval az egész egy fantasztikus manifestáció. Na ez a tantra. És amikor ezt bevesszük oda,
amit felsoroltuk, hogy miket kell gyakorolni, vagy miket érdemes gyakorolni, gondolkodni valakinek, aki a Buddha útját járja, de mondjuk nem tartozik egy konkrét vonalhoz, vagy egyszerűen csak követi a buddhai utasítást, hogy magadba keresd, nem máshol, magadba keresd a megvilágosodást. Ha valaki követi ezt, hát mindenképpen jó, hogyha a tantrikus elveket is beépíti az életébe. Úgyhogy nyilván ez önmagában is egy óriási anyag, és egy kurzus bőven kitenne egyébként maga, csak egyszerűen sose jutunk el oda. Miért nem jutunk el oda? Mert bizony azért itt van egy hierarchia. Van a téraváda, mahaján a vajjána. Szóval először azért meg kell tanulni befelé fordulni egy kicsit. Aztán meg kell tanulni a külvilág dolgainval való azonosulást. És a végén, tulajdonképpen amikor eljutunk oda, akkor meg kell tanulni, hogy elengedjük mindezt. Bármilyen furcsa. És ezért aztán mindig ott időzünk, hogy szatipatthána, meg vipasszaná, meg ott pepecselünk ezekkel a dolgokkal, ami nagyon fontos, mert avval kell kezdenünk, ez kétségtelen. Na de el kell jutnunk a tantrához, el kell jutnunk odáig, hogy mindent elengedünk, és a létezés tökéletességét szemléljük. És bizony el lehet, el is kell, és el is lehet. És akkor most visszakanyarodva egy záró mondattal a legelső alkalomra, a téraváda, mahájána, vajjána, tantra egymásra épülő dolgok, amelyek bennünk is egy kicsit hierarchikusan épülnek fel, ezért tanuljunk meg szemlélődni, tanuljunk meg egy kicsit koncentrálni, meditálni, és tanuljuk meg ezeket elereszteni. Tehát, és ezt végül is lehet gyakorolni. Úgyhogy még egy alkalmunk van, ezen az egy alkalommal szeretném ezt az egészet most már összefogni, valahogy egybelátni, hogy mit is csináljunk, meg a veszélyeit is, meg az előnyeit is, meg mindent, és remélhetőleg ez a kurzus is egy valami kis cseppet hozzátett ahhoz a nagy megvilágosodás folyamathoz, amelyben reményeim szerint mindannyian benne vagytok. Köszönöm szépen már a figyelmet! Találkozunk az utolsó alkalommal jövő héten.